sziasztok! Ebben a videóban a áprilisi kedvenceimet láthatjátok egy kicsit késve, de akkor nem is dumálnék olyan sokat, el is kezdeném. Először is a hajápolással kezdeném, méghozzá rögtön 3 darab termékkel egyszerre. Ez az Avon egyik csomagja, úgymond, méghozzá ez a nehezen kezelhető hajra való kis termékcsaládja, vagy hogy mondjam. Ez a 3 termék van benne. Természetesen egy sampon, egy balzsam és egy hajszérum. Nekem nagyon bevált mind 3 termék, és nagyon szeretem őket, de legfőképp azt gondolom, hogy a hajam attól lesz sejmes és puha, mert ezt a szérumot használom. Én ezt a szérumot a hajtövektől, így a hajam 3/4-ig szoktam kenni. A következő szintén egy ilyen szérumféle lesz, bár ez egy inkább egy ilyen olaj. Szintén az Avontól a Planet Spa termékcsaládjába tartozó Heavenly Hydration hajápoló olaj. Ugye ezt szoktam ide alulra kenni, és nekem nagyon bevált, én nagyon szeretem. Az illata nem valami jó. Szóval az annyira nem jó, de amúgy egy nagyon jó kis cuccról van szó. Menjünk is tovább a testápolásra. Az első termék, amit idehoztam, az egy régebbi termék, és szerintem már nem is lehet kapni, ugyanis limitált kiadású a Baleának a tusfürdője. Ez a cseresznye és mandula illattal. Erről én nagyon nem is tudok mit mondani, és szerintem nincs is nagyon értelme mit mondani róla, de én ezt imádom, imádom az illatát, és már alig van benne. De igazából csak azért szeretem, mert az illatát nagyon bírom. Szóval igen, nem tudok róla mit mondani, nagyon jó. Szintén a testünknél maradva egy visi termék jön, méghozzá a Nutri Extra testápoló, nagyon száraz bőrre. Ez így néz ki, azt hiszem mi ezt ajándékba kaptuk, vagy nem is tudom, szóval árat nem tudok mondani, de a többinél se tudtam mondani, azért nem mondtam, szóval bocsi. 400 ml, szóval elég sok van benne. Igazából semmi extra illata nincs, mint hogyha egy kenőcsöt kennék magamra, szóval elég rossz. De ettől függetlenül láthatjátok, hogy mennyit elhasználtunk belőle, szóval szerintem rohadt jó, én nagyon szeretem. Azt írja, hogy ez akár 2 napig tartó komfort érzetet adhat. Nos, én ezt nem vettem észre, szóval ez tudi hazugság. Azt írja még, hogy gyorsan felszívódik és nem zsíros. Ez igaz, tényleg gyorsan felszívódik és egyáltalán nem zsíros. Még azt írja, hogy parabénmentes, ami szintén szerintem egy jó pont nála. Akkor most jön egy olyan termék, amit igazából nem tudok besorolni sehova, mert ez ilyen gyógykenőcs, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez így néz ki, és ez igazából egy ilyen zöld valami, aminek nagyon erős menta illata van. Ilyen zselé, nem tudom mennyire látszik. Mindegy, kezdjük az elején, mesélek egy kis történetet. Tehát, siettem szülinapozni, és beleléptem egy gödörnek így a szélébe, vagy egy ilyen aszfalt hiányos résznek a szélébe, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát ráléptem valamibe, aminek következtében kibicsaklott a lábam. Nagyon durván, szóval ne akarjátok, hogy képet berakjak, vagy hogy mutassak róla. Tehát kibicsaklott a bokám. A kétszeresére dagadt, akkor zöld volt, lila, meg kék, tök szép színes volt igazából, és esténként ezzel kentük be, és utána húztunk rá egy ilyen zoknifélét, és ez iszonyatosan jól hűsít, és de most látom, hogy egy lovacska van az elején, szóval szerintem ez egy lóbalzsam. Annak hívják, nem? Nem tudom. Az a lényeg, hogy ez ilyen ízületi dolgokra nagyon jó, ilyen fáj az ízületed, akkor mit tudom én, hogy mit fáj, meg ilyesmi, szóval hogyha fáj valamit, akkor ezt használj. A hajápolásnál kifelejtettem egy dolgot, méghozzá a Tony and Guy-nak a száraz samponját, ami ugye a Pixi Box-szal érkezett, azt hiszem, erről van szó, ez egy ilyen kis picike kiszerelés, ugyanis megnéztem a DM-ben,
mert ott lehet kapni, és ilyen háromszor ekkora, nagyon durván néz ki, és valami 4000 vagy 5000 forint, mert úgy voltam vele, hogy annyira jó, hogy én meg akarom venni, de amikor láttam, hogy mennyibe kerül, akkor rögtön letettem róla, mert én azért egy száraz samponért nem vagyok hajlandó kiadni ennyi pénzt, de attól függetlenül nagyon jó volt. A következő cuccok lesznek az ilyen sminkes cuccok. Kezdeném az Avonnak a sminkfixáló spréjével. Nem tudom, hogy ezt az előző kedvences videóban mutattam már, most nem emlékszem, de azért most is megmutatom, mert most is a kedvencem. Nagyon szeretem. Igaz, hogy nem nagyon sokszor szoktam használni, mert mindig elfelejtem, mint például amikor ezt a sminket készítettem, akkor is elfelejtettem, szóval gratulálok magamnak. De amúgy nagyon jó, és szerintem érdemes megvenni, mert 1000 valamennyi forint, szóval nem egy nagy összeg, és elég sok is van benne, szóval szerintem tök jó. A következő az egy nem régen vett termék, de tudtam, hogy nekem rögtön a kedvencem lesz. Ez pedig az egyik kolortató, méghozzá a Pink Gold árnyalatú. Igazából ez szerintem minden alkalomra jó lehet, szóval buliba, zsuliba, munkába, mindenhova. Rózsaszínes, baba rózsaszínes árnyalatú. Nagyon szépen csillog, és tök jól összeillik az egyik ceruzámmal, amit majd mindjárt láthattok. És hát nem tudok róla mit mondani, ezt nagyon szeretem. Akkor a következő legyen ez a ceruza, hogyha már mondtam, hogy mindjárt láthatjátok. Ez az Avonnak ez a Big Color nagy ilyen szemfesték ceruzája. Ez a szemceruza kb. Ekkora volt. Csak nagyon sokat hegyeztem, mert iszonyatosan sokat használtam, természetesen. És bajba voltam, hogy mi a fenével hegyezzem ki. És próbáltam ilyen sima ilyen ceruzahegyezőkkel, ezekkel a tök szimpla ceruzahegyezőkkel, de nem sikerült vele kihegyeznem, szóval csak rontottam a helyzeten. Egy kifejezetten egy smink ceruzára alkalmas hegyezővel radíroznám ki. Mi? És aztán eszembe jutott, hogy milyen, hogyha egy kifejezetten sminkes ceruzák helyezésére alkalmas hegyezővel hegyezném ki, és akkor megvettem az Essence-es hegyezőmet, amit már láthattatok, és azzal sikerült kihegyeznem, és tök jó. Ez amúgy egy ilyen nagyon szép, szintén szolid szín, nagyon hasonló a Color Tattoo-hoz, és ez a Pink Diamond árnyalatú. Kicsit intenzívebb a színe, mint a Color Tattoo-nak, de szerintem pont azért nagyon jól összeillenek, és gyönyörűen csillog, és tényleg nagyon szépen el lehet dolgozni. Akkor az utolsó két termék legyen kettő tus. Yeah! Mindkettő lovely is. Az egyik ez a kék színű, a másik pedig ez a türkis színű. Mindkettőt iszonyatosan imádom, és igaz, hogy ezzel még annyira tusvonalat nem húztam. Viszont olyan sminket nagyon sokszor csináltam így áprilisnak a második felében, hogy ezzel kihúztam a szememet, ugye egy tusvonalat húztam, és utána ide alulra húztam ezzel egy kis vonalat, és iszonyatosan jól nézett ki. Ezért döntöttem úgy, hogy ez a kettő mindenképpen a kedvencem lesz. Így néz ki ez a két szín, szerintem csodaszép. Valahogyan feketének tűnik, nem tudom, hogy miért, de amúgy ez tényleg egy sötét kék szín. És akkor ennyi is lett volna az áprilisi kedvenceim. Majd a következő hónapban, vagyis hát ebben a hónapban jövök majd a májusi kedvenceimmel. Addig is drukkoljatok, hogy jól sikerüljön az érettségi, vagy egyáltalán sikerüljön. Szóval hajrá nekem! És hát akkor majd a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!